Üdv mindenki, Engegeri vagyok, és ez itt a Welcome to Game. Na, vágjunk bele, új játékot kezdünk. Normál, persze. Na, korábban csináltam egy videót, csak van a gyakorló része. Meg tudtam így oldani az első kettőt, a harmadikat elszúrtam, és akkor lehetőség van újra kezdeni, de aztán meg hiába nyomtam, szóval átugrom a tutoriát, bazd meg az anyádat. Mi a játék célja? Valami kódokat kéne keresnünk az interneten, böngésznünk kell, meg csekkolunk a, nem is tudom, az ajtót, ablakot is meg lehet így nézni, csak ránézünk, hogy elkezd mozogni a függöny, akkor mitten kinyitja az ablakot a csávó, ja igen, ilyen sorozatgyilkos vagy simán gyilkos, faszom tudja, szuszogósnak is nevezik, béna Google fordítás alapján. A mozgásunk a játékban igen korlátozott, szóval nem tudom azt csinálni, mint a játéknak a másik részébe, hogy fogom magam, és akkor mászkálok ide-oda, elfordulok, itt meg tudjuk nézni az ajtót, akkor automatikusan egyből az ajtóhoz megy, és D gombot lenyomva ki tudunk nézni a ajtónak az ablakából, aztán visszamegyünk. Meg van egy villanykapcsolónk, itt az est kell nyomni, és akkor lekapcsolja a teljes világítást. Meg reszetelni tudjuk a modemet, meg a telefont föl tudjuk venni, hogy a csörög, állítólag nem szabad fölvenni, mert akkor tudják, hogy te itt vagy, vagy mi a rosszabb. Jól van, ezek meg a linkek, szóval itt meg bármit írunk itt a böngészőbe, nem fogjuk megtalálni, amit akarunk. Beírom, hogy gyurmalacok. Hát, a gyurmalacok nincsenek a Dark Webben. No. Kezdjünk sorba. És keressünk kódokat. Itt majd be lehet írni ezt a jegyzeteket, amit találunk, vagy bemásolhatjuk akár. Sincs semmi. Na, itt valami rejtett feladvány van. Aha. Inkább ezt átugrom, most itt nem élek vele. Sötét könyv. Fú, bazd meg! Az öreit hallottam? Jó van. Hát ez olyan, ilyen, nem is tudom mire hasonlítám, ilyen Dark Web-es Finance Freddy-re. Frászt hozza rád ez a kis köcsög. És ez 2016-os a játék, a csávó meg ilyen kis kapusznis kopasz kis pöcs, rajta orvosi maszkal a pofáján, mint aki már tudta, hogy már húha, jön a Covid, bazd meg. Már előre készült. De ez csak véletlen egybeesés. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. From his presence, earth and sky. Most honnan a picsából kell tudnom, hogy itt melyik a kód, mert itt kéne ki mámozni, hogy mi a tököm a kód. Érdekes, kimásolni itt nem tudok semmit, még szöveget sem, hogyha nagyon akarok, hanem itt fordítva. Itt beírom, hogy Angry Gary. És akkor, na. Mármint két kurva anyár picsáját. És akkor Ctrl-C, és Ctrl-V, és akkor ennyi. No. Then I saw a great... A kurva anyádat, azt bazd meg.
Lehet, hogy a másik része majd kell kezdenem. Az egy kicsikét izgalmasabb. Ahogy is elkezdtem így játszani, aztán megbaszott engemet a kommandó, mert nem pakoltam át a routert. Az első rész az valamennyivel persze így egyszerűbb, kevesebb meg, hát ezzel kísérletezte ki az alkotó, hogy na, mennyire vevők az emberek erre a játékra, és akkor megszületett a második rész, és lett volna egy harmadik része, de törölték a projektet. Meg van egy másik játék, most meg hirtelen nem jut eszembe a címe, meg össze-vissza menjek a oldalak között, akkor menjünk sorba. Ó, hentes, de úrom, biztos Tesco-s csirkefarhátat. Na, a lényeg, azt akartam mondani, hogy van még egy játék, ahol egyes videósok be tudták mutatni, de még nem hozzáférhető, valamilyen stoppos játék, vagy mi a faszom. Ahol idegen emberek mellett kell beülni, és akkor arra kell figyelni, hogy meg ne támadjanak téged, tehát elég érdekes a koncepciója. Faszom. A kurva anyád, te mi vagy? Az Isten basszom meg.